Bavian Fable kifeküdt az ágyamban. 17. rész. Lefeküdtek a mandrók? Kérdezi. Bele kéne haigálni őket az úszómedencébe. Megfulladnak, háborog Dalia, mint ha nem fulladnának meg épp eléggé az ő vízágyúja alatt is. Ki ez? Meredezik Sid. Emberbarát mi? Nekik a víz, nekem a beton volt toxikus. Ha késtek, most farigcsálhatnátok ki belőle. Nem világosítom fel. Nem árulom el, milyen dermedt gyáva voltam. Hadd szeressen továbbra is. Sid meggyalázza a hüvelyk újja belső felszínét. Máskülönben tudjátok-e, miért voltak ilyen toxikusak a mandrók? Nem akármit őriztettek velük. Lássuk, morogja Bellok. Szája sarkán vékony vércsék szivárok, egyebütt is foltozásra szorul. Van itt minden, vigyorog Sid. A megtévesztésig úgy fest, mint egy idegenvezető a hivatása magaslatán. Kábítószer nem kevés, arzenál, legfeljebb atombomba híján, nyomda. Elszédülök. Körülöttünk ájult hadsereg, tengernyi sár. Ha nem veszek lélegzetet, kevésbé szúrnak összekócolt bordáim. Sid, akit mostanában kapartunk ki a betonmassa alól, nyomdázik. És Bellok, ő bólogat. Pénz, fals pénz. Temérdek, vigyorog Sid, megint a hüvelykujját nyaldossa. Nem is élveznétek ezt az eszmecserét, ha én is érteném. Vélekedem teljes joggal. Ugyan, Deniza, hökken meg Bellok, a te könyves polcodon rostokol egy kötettel, istele hamis pénzzel, Marcel barátod ajándéka. Ennyire hülye lennék? Töprengek. Bellok széttárja a karját, jelezve, hogy ő nem tehet róla, aztán megjegyzi. Nyilván erről is szó esett a kazettán, amit könnyedén odaajándékoztál annak a rádiós szép fiúnak, ha már magadtól nem sikerült rájönnöd. Mire? Az Istenért! A szokottnál is hülyévnek érzem magam. A két nyúzott kinézetű férfiú egyre azon fáradozik, hogy megerősítsen ebben a hitemben. Daliára hagyjuk a foglyok őrzését. Berolnunk a házba. Daniel a telefonra veti magát. Aztán elhagyjuk a főúri pompával berendezett földszintet. Az egyik szauna fülkéről kiderül, hogy lift. Leszállít bennünket a föld alá. Roskadásig rakott állványokon fegyverek sorakoznak. Kész csoda, hogy a ninják csupasz kézzel fogadtak bennünket. A kontinens kiirtásához elegendő mennyiségű arzenálból válogathattak volna, épp csak néhány atomtenger alatt járó hiányzik. A nyomdát is megleljük. Sid nem fantáziálta. Bellok szinte boldognak látszik, amikor körüljárja a helyiséget. Kliséket tapogat, pénzt méricskél. Aztán a kábítószer. Amikor egyikük sem néz oda, belenyalok a kokainba. Pár perc múlva sudárnak és erőtől duzzadónak érzem magam. Sebeim nem nekem fájnak, kedvem virágos. A por hiányát pedig ugyan kivenné észre, akad belőle bőven. Láttára a kokó király is szürkét kapna dühében. Nem csoda, hogy betonba akartak foglalni. Dicsérgetem Sidet. Jobb szemével rám pillant. A golyóimat majdnem befoglalták. Máskülönben csínyán szapogasd a kokócskát, mert reggelre fejre állsz tőle. Tudod, hogy az egyik szememet mindig rajtad tartom. Még nincs vége a zsúrnak. Bellok elé perdülök. Innék valamit. Menjünk el egy bárba. Aranyhal a neve. Fellép ott egy csodás kabaré művész. Ideje, hogy viszont lássam. Daniel végigmér. Elmondhatatlan gyengétséggel simogatja meg a fejemet. Nincs ez az osztályon túli kocsma, ahová beengednének. Szakadtabb vagy 40 szakadtnál, mint aki most ért vissza a túlvilágról egy vonat szerencsétlenség után. Semmi vész, Bellok, majd azt mondjuk a portásnak, hogy elmezbálból jövünk. Épp báli ruhában vagy. Szerinted mit visel az ember a vámpírok bálján? Sid elvigyorodik. Most marhára mókás hangulatban van, de nézd meg reggel, olyan másnapos lesz a torkoskodástól, mint még soha. Hiába képtelen elkeseríteni, rám ijeszteni. Repkedni tudnék. Megbocsátom magamnak a bénító félelmet, mely passzív mozinézőt csinált belőlem, amíg őt verték, betonozták. Megbocsátom magamnak a fájdalmat, ha bujkál is bennem, most nem érzem. Már-már megbocsátok Terence Renardnak, akit még mindig nem ismerek személyesen. Majdnem elhiszem, hogy feledhető, amit velem, a főnökkel, az öcsémmel, az anyámmal tett. Éppen nem haragszom Ruben Giftre és a különítményeseire, az álrendőrre, a levesteknősre, talán még Jokenfák mira sem. Ereszkedj alacsonyabbra, hűsítget Bellok. Riasztják miattad a légvédelmet. Ha Renard a kezünkbe kerül is, lobó barátodat még mindig meg akarják ölni, és te sem vagy biztonságban.
Dúdolgatok, nem létezik, hogy ebben a tündérszép, halványkék és rózsaszínű világban bárki is ölni akarjon. Az emberek hallatatlanok, boldogok, igen, üvöltenek a boldogságtól, jajgatnak a gyönyörűségtől. Felliftezünk. Sid erőszakkal a levegőre ráncigál. Hány marékkal faltál be a porból? Faggat Zordonan. Dalia egy gyönyörű gumitömlős strázsa az éjszakában, de ő sem kevéssé kellemetlen. Látom, infundáltál. Lehet, hogy ez a válaszod az esti beszélgetésünkre, ha van járható út, ez az? Nem megy most nekem a mély röptű társalgás, Dalia. Szép ez a hely. Lábainknál kedves fiúk alszanak. A holtányérban ezüstleves. Jézus Mária, sóhajtja Daniel. Egy költő, újjong Dalia, olykor a gumicső végére szerelt fémrésszel fejbesújint egy-egy éledező ninját a sárban. Kocsi motorok mormolása hallatszik a fák mögül, reflektorfények vágnak fel az égre. Nézem, az újonnan érkezetteket. Nem Patrick Wine akciócsoportosai, vezetőjük egy szőke Dalia, szívszaggatóan szép férfi, Oscar háza. Láttam már néhányszor, lehet, hogy Sid is találkozott vele, sőt, ez majdnem bizonyos, ugyanis üdvözlés helyett vérebb módján rávicsorít a szőkére. Oscar háza nem marad adósa, két kézzel válaszol, ujjait szembefordítja egymással, és két kezét fellehúzogatja maga előtt. A mozdulat jelentése nemzetközi és iszonyatosan bulgáris. Sid belesápad, aztán lemásolja az Oscartól látottakat. Jelzése ugyanarra a szerv jelképre vonatkozik, de azt is kétséget kizáróan mutatja, hogy ő nagyobbnak látja a szőkét. Ebben maradnak, mielőtt egymás sarkában a palotába csörtetnének. Úgy rémlik rólam, mindenki megfeledkezik, és ez nem is baj, mert a torkoskodás folytán földön túli hangulatba kerültem. Sétálgatok az éjszakai kertben, figyelem, hogyan gyűjtik be háza emberei az éledező, találékonyan ellenkező ninjákat a sárból. Az akciócsoportosok egy idő után idegeskedni kezdenek. Egyikük engem is ninjának vél, és le akar lőni. Mivel előtte figyelmeztet, válaszolhatok, és ezzel eloszlatom a félreértést. Alig ha látott még rekettes női hangon verselgető, benarkózott ninját, tehát megkegyelmez. Rövidesen megérkezik Joken Fakmi személyesen. Nyilván saját kezűleg óhatja lefoglalni a dermesztő mennyiségű kábítószert. Az épület felé futtában rám száll egy percet. Ezúttal nem török sarúját viseli. Szemüvegén élesen csillan a lámpafény, tekintete láthatatlan, arcvonásai elmosódnak, de voltak-e valaha? Megveregeti a vállamat, prima érzékkel a fájdalmasabbat. Helyes, erről beszéltem magának. Ezt a bandát fel kellett számolni. Jól van. Csak egy a baj, kezdem akadozó nyelvvel. Terence Renard még mindig egy ismeretlen férfi a számomra. Ha megneszeli, hogy felszámoltuk a depóját, el fog tűnni, mint a varázstinta. Fakmi elvigyorodik. Talán a megvilágítást teszi, minden esetre ördögi a vigyora, növekszik bennem az az érzés, hogy ezt az embert valami nő téboly tartja fogva. De ez csak egy impresszió, hiszen a főfelügyelő tökéletesen normálisnak mutatja magát. Elárulhatom, nincs oka az aggodalomra. Mindent előre megszerveztünk. Az akcióhoz csupán erre vártunk, és íme, most felfedtük a raktár hollétét. Bizonyíték akad bőségesen. Tömlözbe vetjük Renardot. Kicserepesedett számat nyaldosom. Egy árva szóval sem felelek, de Fakmi úgy fogja fel a hallgatásomat, mintha kételkednék. Mosolya, iparkodik el bűvölni. A fickó mit sem sejt egyelőre. Az aranyhal egyik külön szobájában van. Maga és Bellok oda mennek, leülnek egy asztalhoz, a többi az akciócsoport dolga. Fakmi egy pillanatra lekapja a szemüvegét, és megtörölgeti makulátlan díszsebkendőivel. Felfedezem a szemét, ernyett szemhéjak és duzzadt táskák közt két szúrós fekete követ. Úgy tekint rám, mint a értésemre akarná adni tiszteletét. Igen, határozottan az a benyomásom, hogy tisztel, mi több, tart tőlem. Mielőtt megerősödne bennem ez az érzés, Fakmi visszateszi a szemüvegét, megfordul, és a palotába siet. Furcsa változást érzékelek, lobbanást a fejem fölött. Félszemmel felsandítok, akár Simon Templar, és valóban megpillantom a kékes fénnyel izzó glóriát. Mint egy kedves tündérmesében megtaláljuk a Mazdát, és az elkerületetlen dicsőség melengető érzésével eltelve nekivágunk a városba vezető útnak.
Kis én lecsúszva ülök Daniel mellett, félve, hogy a kocsitető lesodorja a glóriámat. Hát igen, lehet, én mostanáig nem csináltam semmit, és úgy fest több dolgom ezután sem lesz, ám de Terence Renard bűnös tevékenységének egyszer is mindenkorra befellegzett, hála mostanáig tanúsított passzivitásomnak. Quasimodo, Sid és a téri srácok mindent elrendeztek helyettem. Helyes, hajamszála sem görbült, így az igazi. Amikor felületesen megmosakodva és kitollászkodva besétálunk az aranyhalba, megtorpanok egy percre a ruhatár előtt, bár nincs mit letennem. A tükör fölött aranykeretbe foglalt fénykép függ, és nagyjából olyan hangulatot sugároz, mint az államfökről készült felvételek, melyek előtt az alattvaló köteles tiszteletteljesen hódolni. Bárcsak meg a kép, a rajta látható férfiú feltehetően nem óriás termetű, ruhája díszes, csuklóin, ujjain 30-40 deka arany ékeskedik. Arcvonásai kellemesek, barátságosak. Egy sikeres 40 éves férfi mosolyog rám, talán egy cseppet leereszkedően. Terence Renard, az isteni tulajdonos. Helyet foglalunk egy asztalnál, és a vöröslő tónusú fényben gint kérek a pincértől. Tekintetem a színpadra téved, ahol egyetlen reflektor vonagló fénykörében két lány hastáncol. Róluk Bellokra tekintek. Vonásaim nyugtalanságot tükrözhetnek, mert a pazsas fáradtan elvigyorodik, és megosztja velem titkos információit. Aggodalomra semmi ok, itt van az épületben Renard is, a teknős ember is. Ez utóbbi egy órával ezelőtt egy nő társaságában és Bájos Mikulás jelmezében kisétált az utcára. Beültek a nő kocsijába, kissé összehajoltak, aztán a télapó kiszállt és visszajött a bárba, hölgye pedig elhajtott. Nem tudom miért, ez az információ felgerjeszti a fantáziámat. Emlékezetem szerint a teknős ember nem éppen sihederkorú, de nem is ezért esik nehezemre elképzelni, amint összeborul egy nővel. Egyszeri találkozásunk során nőgyűlölőnek találtatott, még ha savanyú a szőlő kategóriából is. No de ha mégis ráborul egy nőre, ugyan vajon mit kezd vele? Kérdés, amint az is, honnan származnak Daniel hírei? Nyilvánvalóan itt vannak valahol a láthatatlanok. Itt vannak és őrködnek, mi több, rám hagyják a nagy jelenetet. Gyanúm szerint ezzel mindössze azt óhatják demonstrálni, hogy hajda nagyon jó velük közösen dolgozni. Meggyőztek egyébként. Mohon nyeldesem a dzsint. Kérdésemre a pincér azt feleli, kizárólag halétellel tud kedveskedni az éhes vendégeknek. Halat soha. Inkább iszom még egy dzsint, immár dzsúzzal. Gyönyörködöm a hastáncosokban, Danielben. Előbbiek olyanok, amilyenek. A pasas megviselt, fáradt. Újfent abstinenciával tüntet, ellegyezi arcáról a cigarettán füstjét, de tekintete a régi. Úgy néz rám, ahogy valaha nézhette az első maciát. Ettől a pillantástól összevert testemben mocorogni kezd a léhaság. A vágyak természete az illékonyság. Az enyém is elhullatja szirmait, amikor a lányok elhagyják a színpadot, és felváltja őket emberem, a levesteknős. Arcának jellegzetességeit elfedi a télapó maszk, cimpátlan orrán krumpli ül, állán vatta szakál, palástját méter hosszan vonszolja maga mögött. Kiáll a gyémánt hideg reflektorfénybe, és még csak nem is hunyorít, megszokta már. Összemarkolja maga előtt vörös köntösét, és belekezd a számba, melyet Lacó oly érzékletesen eljátszott nekem pár nappal ezelőtt. Elpanaszolja, mennyi földi jótól tiltotta el doktora, aztán szétlebenti a palástját, és én megpillanthatom egy öregember fonnyadt testét. Az ágyak elé bigyeztett fügefalevél gyors hervadásnak indul, majd lepereg. Ekkor a kabaré művésze hangos derültség közepette összefogja vörös slafrokját, és én komor arccal sanda oldal pillantást vetek Danielre, elvégre majdan ő is megöregszik. Bellok elcsépi a tekintetemet, talán érti is, mert rám vigyorog, tán éppen arra gondol, miféle fogatlan öreg lány leszek egykor. Télapó folytatja utoléretetlen műsorát, levallag a színpadról, közben megválik sapkájától, műorrától, szakállát könnyedén a nyakába húzza, mint egy sáként. Aztán egyenesen rám pillant, és a szeme sem rebben. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy kislány. Sétálgatott az erdőben, patakpartjára érkezett. Meglátott egy halat, amint az a partisásban vergődött, fuldoklott. Szólt a hal,
Dob vissza a vízbe, dehogy leszek hálátlan. A kislánya fejét rázta, gyufáját kereste. Dehogy is doblak. Szemem kopog, megsütlek ebédre. Ne légy ostoba, én nem mindennapi lény vagyok, én vagyok a vizek királya. Ha megmented az életemet, három kívánságodat teljesítem. A kislány eltűnődött, aztán fogta a halat, és behajította a patakba. Derék leány vagy, újongott a vizek királya, és most sorold elő, mi az a három dolog, amire a legjobban vágysz. A kislány habozás nélkül felelte. Halat, halat, halat. A közönség hálás, a közönség nevetgél. A teknős ember főúri mozdulattal leinti a népet, majd egyenesen a szemem közé nézve folytatja. Ki tudja, miért mocskos a rendőrök keze? Hát, hogyan is mossák meg szerencsétlenek? Mire felkúsznak a WC láncon, kiürül a tartály. Elnehezül a testem. Rendőrviccek áradata következik. Nem figyelek oda, mert zakatol bennem a bizonyosság. Ez a fickó azért nem nyugtalan, azért fölényes, mert Terence Renard hetet hét országon túljár. Az akciócsoport hitével ellentétben a főnök nincs az aranyhalban. Nem rúgom ki a széket magam alól, nem pattanok fel, nem rendezek jelenetet. Fázom. Ha Renard megszökött, itt a világ vége. Különítményesei foglyok, de nyilván nem csak Bestia és Jampia álltak a szolgálatában. Van még aduja, ez kitűnik a teknős ember vigyorából. Utolsót pislant fejem felett a glória. Rövidesen kiderül, valóban így van. A bilincsbe vert leves teknős személyesen meséli el, hogyan történt. Renard valahogy megneszelte szerteágazó üzleti élete bukását, kölcsönkérte és felöltötte a télapó jelmezt. Belakarolt egy lányba, beült a kocsijába a bár előtt. Tettek-vettek egymással, ruhát cseréltek. A lány Mikulásként tért vissza az épületbe, Renard női parókában zavartalanul elhajtott. Terence Renard szabad. Szabad megölnie engem, vagy valakit a környezetemből. Szabad tömegmészárlást rendeznie, ha úgy tartja kedve. Márpedig mi egyébre támadna gusztusa? Depója odalett, legtöbb embere a hűvösön ül, ő maga földön futó. Hite szerint csak is az én bűnöm mindez. A bűnt kövesse bűnhődés, mint írva vagyon. A teknős ember vigyorog. Ez minden, amire kapható. Renard utolsó trükkjén kívül semmit nem hajlandó mesélni. Ha egyáltalán megszólal, akkor arra hivatkozik, hogy ő nem büntethető, mert beteg, és erről 4 kiló orvosi papírja van. Aztán ügyvédet kér, és a fenébe neki van igaza. A bűnöző az az emberfajta, amelyik csak addig rúgja fel a törvényeket, amíg bajba nem kerül. Amint árnyék vetődik a fejére, ott a biztonságos takaró, éppen a törvények. Mit tiszteljek rajtuk? Bellok hazavisz. Lefejti rólam a ruhát, beállít a tusrózsa alá, hideg vizet áraszt rám. Hősiesen állom, de ő sem különbül tartja a hátát. Túlüvöltöm a víz zúgását, fogaim csattogását, a fejemben doboló erek harcitatamiát. Az isteni, ti nem jártok moziba? Renard bezzeg járt, egy kozos trükkel felültetett benneteket, sasszemű, láthatatlan megfigyelőket. Ruhacsere, paróka, 1000 éves csalafintaság. Ide vezet, ha veletek dolgozom, ha ti veszitek kézbe az irányítást. Még kérdezed, miért nem vonlak be az ügyeimbe? Hát ezért. Tudod, mire számíthattok? Eddig csak megfélemlíteni, megtörni próbáltak, ezután ölni fognak. Bellok szinte tanástalanul mormolja. Érthetetlen, hogyan neszelte meg, mire készülünk? Tám postagalambbal üzentek neki, esetleg füstjelekkel. Bestiát kivontuk a forgalomból, de hol van az álrendőr? Hol vannak azok az ökölvívók, akik lapossa vertek engem a fáskamrában? Amikor télapó épp a keresztapát domborította. Marha nagy diadal, nem de? Megtaláltátok a fals pénzt, a drogot, a paritjákat, de ez kevés. Telhetetlen vagy, mosolyog Daniel. Beleteker a törölközőbe, az ágyhoz visz, mellém heveredik. Vigyázzunk rád, duruzsolja higgadtan. Nem eshet bajod. Nem, kiáltom harciasan, és felülök. Leseprem magamról a frotírt, a pasast. Csípőből elsorolok neked 10 féle módszert, melyekkel úgy lehet megölni valakit, hogy 300 méteren belül meg sem közelítjük. Efféléről a bűnözőknek írt tankönyvet. Zsaroknak kellene tankönyvet írnom, arról, hogy az egykori módszerek túrót sem érnek. A kor szelleme kizárja a szívós nyomozás, a hangyaszorgalmú bizonyíték gyűjtögetés iskoláját, a klasszikus krimiknek befellegzett. Cápákkal szemben ma már csak is az a zsaru maradhat életben, aki pókerarccal dolgozik, végzettsége színi iskola.
Kizárt, hogy a történet végén teára gyülekezzünk a szalomban, és felfedjük a bűnös kilétét. Ugyanis már régen nem a gyilkos személye a kérdés, ez ismert a történet kezdetétől. Az a kérdés, kipusztul bele. Ettől a szemét Renártól kaptam egy hetet. Az óra még nem csörgött le, de ti már is eltoltatok mindent. Hát jó, az ékszereimet, lurex ruhámat örökölje Martin. Övé a harisnyakötőm, csipkés kötényem. Rád ezt az ágyat hagyom emlékül. Aludj egyet, Deniza, kérlel Daniel. Hogy a fenébe aludjak? Kérdezem dideregve. Háton vagy mellen? Feleli, és közben orvosságért indul. Kezembe nyom egy pohár italt. Nem locsintom fáradt arcába, megiszom. Fát mi lefoglalt egy rakomány kábítószert, még egy glória gyúlt a feje fölött. Jártában, keltében, talán már nem is érinti a földet, úgy megdicsőült. De közben mi tudjuk, hogy ő is egy a bűnösök közül. Mindenek a tetejébe, szabad a kokó király is, ugyan hol dőzsöl ez a Hepton nevű fickó? Dél-Amerikában, feleli Daniel szomorúan. Rámeredek. Hol? Igen, bólint. Valószínűleg nála is járt a postagalam, hírül vinni, hogy Lobo botrányt szervez. Hepton elhagyta tengerparti szállodáját, és áttette székhelyét a messze távolba. Ott aztán kereskedhet kedvére, a mi kezünk nem érhet el hozzá. Legyőzöttem, bólintok. Majd képzett önsanyargató módjára folytatom. Hol van az aranyfogú, és hol a pokolba lehet Lobó? Mondd, miért nem lehet elkapni Fákmit az állatkerti szállítmánnyal való szórakozás címén? Korai lenne, ő csak a jéghegy csúcsa. Míg a jéghegy, az imént mondtad, Dél-Amerikában sütteti a hasát a maga fajta kokainbárók között. Hozzá kell edződnöd a kudarcokhoz. Kapom a közhelyet. Lehúnyom a szememet. Daniel is fáradt. Ahogy fut az idő, az élet egyre fáradtabb lesz. A félelem nem jó kozmetikum, nem sikerült. Nem okolhatom őt. Hány perc az élet? Jól lehet, tartok tőle, hogy a kudarc széria folytatódik, amikor átölelem, akár ha búcsúzni készülnék, a férfi és a nő biztosan működik bennünk. A varázslat szüntelen, és néhány percre elhomályosítja a rettegés kérdéseit és rideg válaszait. Daniel tisztességesen gondoskodik reggelimről, kávémról, aztán fütyörészre elvonul, és nem árulja el, hová igyekszik. Sorsomra hagy, hadd följek tovább, kiteszek magamért. Azon elmélkedem, hogy felültünk egy gyors vonatra, és ezen a száguldó istennyilán nincs vészfék egy darab sem. Reménykedem, hát ha jelentkezik Marcel, és átadja a hiányzó kulcsokat. A telefonkészülék épp hogy vállat nem von, amikor ezredszer pillantok felé. Kínomban eljátszadozhatok a gondolattal, vajon minő halál nemnek esem áldozatul. Kegyes lesz-e a vég, netán durva, kíméletlen? Én leszek az egyetlen? Ha nem, akkor remélhetem-e, hogy legalább az első leszek? Még az is elképzelhető, hogy Renard az üveghegyen is túljár és fütyül rám. Ez esetben viszont harciasságom lobban magasra, el kell kapnom őt. Nolám, kedvem szegetlen. Ekkor Martin érkezik. Nincs rajta egyetlen árva flitter sem. Ma normális emberhez méltón öltözött fel, valamely homályos eredetű citromsárga overált visel, melyet szárától a válpántjáig olajos mancsnyomok borítanak. Aha, villan fürgén az eszem. Öcsém motort szerel. Az ő világában lábon áll a rend. Helyes. Megfigyeléseimet arra is kiterjesztem, hogy ő is fütyörészik, akár korábban Daniel. A mai nap tehát nem a TBC-seké. Ezeknek síp került a légcsövükbe. Martin a konyhaasztalra pakolja a kezében dédelgetett zacskó tartalmát. Egy flakon olajat, tojást, lisztet, végül egy zacskó túrottot gyant elém. Érdeklődő arccal várom a magyarázatot, és ez nem is késik. Öcsém földön túli vigyort villant rám. Roborálok, légy szíves főzz ebédre túrógombócot. Micsodát? Tudtam, sóhatya, életedben nem hallottál még túrógombócról. Itt a receptje. Még úgy másfél-két óráig eltart, amíg rendbe hozom a járgányt, addigra készen legyen a kaja. Martin, suttogom, hiába. A fügy szó elhal, az ajtó bezáródik a citromsárga overál fenekén látható sáros talpnyom mögött, és legfeljebb azt sajnálhatom, hogy nem az én lábam lenyomatát viseli. Magamra maradok a túróval és a csökönnyel hallgató telefonnal. Lássuk, Agatha Christie is házias serteperte közepette eszelte ki regényeit. Mire kitörölgette a vitrint, Sandán nézett a nippekre, és csak természetes, hogy a következő regényben ilyesféle csecsebecsék miatt folyt a vér. Rabszolgasorunk gyakorlása közben
Csak is vad dolgok juthatnak az eszünkbe, nem csak Agátának, nem csak nekem. Asszonyi sors, mitől is legyen a férfiaknak fantáziájuk? Vertek ők már habot tojásfehérjéből? Habot verek, míg a karom leszakad, és azon tépelődöm, hogyan előzzem meg a készülő veszedelmet. Daniel derűs hangulatában reménykedhetem. Viselkedése értésemre adta, megint előttem jár valamivel, és nem látja olyan kétségbejtőnek a helyzetet, mint én. Ennél többet képtelen vagyok kisütni. Marad Lobó. Ha ő nem jelentkezik, nekem kellene tennem valamit. De mit? Talán felkutathatnám Russell Beldent. Rádióriporterek nem bújnak a föld alá, főként akkor nem, ha csemegének ígérkező anyag birtokába jutnak. A kazetta megoldaná néhány gondomat. Mire a konyha elveszíti korábbi takaros jellegét, a forró vízben barátságos kis túrógombócok úszkálnak. Öltözködés közben tálra szedem őket, aztán kézbe kapom a bukósisakot, és leszáguldok a lépcsőkön. Amikor kilépek a kapun, csak egy pillanatra fut át rajtam, hogy mostantól akár a leghitványabb mesterlövész is keresztül lőhet. Inkább az a kérdés lopja az időmet, vajon honnan varázsoljam elő Russellt? A feleségének tudnia kell a választ. Martin a ragyogóra glancolt motor mellett áldogál, és valami titokzatos rendeltetésű kütyüt pucolgat egy mocskos rongyal. Barátságosan rámosolygok, és felöltöm a sisakot. Már megfőttek a gombócaid, amikor kiderült, hogy nincs hozzájuk zsemlemorzsa. És? Kérdezi. Fél szemöldökét felvonva, figyeli, amint felülök a motorjára, és az indító kulcs felé nyúlok. És most csupaszok a gombócaid, gömbölyű aktocskák. Hívd ki a Playboy fotósát, tanácsolja. Egyetlen érintésre szolgálatkészen felbőg a motor. Martin a fülemhez hajol. Komolyan el akarod vinni? Mert nem jó, éppen szereltem. Mutatja a mocskos kütyüt. Lustán gyorsul, nem megy többet 100-nál. Csókot dobok, és eliramodok. 100 bőven elég, csak ide megyek a város túlsó végébe, az előkelő negyedbe egy asszonyhoz, aki pénzem vett férjet, de nem elégedett az áruval. Mivel az övé az árucikk, tudnia kell, hol bujkál előlem. Közel olyan élmény a motoros száguldás, mint egy lovas vágta. Feltolom az arcomat védő füstüveget, s ha néhány bogarat be is kapok, kortyolom a levegőt, a rohanás szelét. A gép a testemhez nőtt, végtagom lett, akár lábam. A kanyarokban túlságosan is bedőlünk, hogy nagyobb legyen az élvezet. De a Kawasaki valóban nem megy többet 100-nál. Ha erőltetem, hörög, rángat, de nem gyorsul, egy tapottat sem. Hagyom annyiban. Figyelmem szinte automatikusan átvált a gondolataimra, és megint veszedelmet jelentek az úton járókra és önmagamra. El kellene ilyenkor egy könnyű kis fehér bot, melyel tabogathatnám magam előtt az utat, nehogy neki menjek valakinek. Mint hogy a fehér bot effektus előállott, nem igen foglalkozom a külvilággal. Se baj, környezetem ettől mit sem zavartatja magát. Jobb felől mellém húz egy sárga kocsi, és tartja a tempómat. Ablak a füstüveg, áthatólatatlan, épp csak az utasok körvonalé láthatók. Milliárdszor megbámultam a kocsim mellett egyetlen röpke zümmentéssel elhúzó motorcsodákat. Ámuldoztam, hogyan is mernek ilyen tempóban repeszteni. Lassacskán mernék álmokot futni, de a Kawasaki képtelen. A sárga manta sem tágít, és már beletart bal felől egy másik kocsi. Közre fognak és nem eresztenek, mint a tüzes találkára készülnének egymás oldalával, és mintha még az sem tartóztatná őket, hogy ott nyugtalankodom közöttük. Próbálok kitörni előre, reménytelen. Próbálok lemaradni, ez sem megy. Szívem torok magasan dübörög, minden dobbanása korbácsként hasít végig a légcsövemen, nyelvgyökömön. Ezt már csak soknak nevezhetem. A csekély forgalomban a világ legtermészetesebb dolgának látszik, a két autó közre fogta motor. Láttunkra senki nem vonja fel a szemöldökét, nem hallik sikoly. Sehol egy lelkes rendőrjárőr, hogy szirénázva a nyomunkban redjen. Egy vak üvegtábla a fényes karosszériában jobbról, egy másik balról. Egyelőre nem látok fegyvereket. Nem is fognak lelőni. Szétmonzsolnak, eltaposnak. A ragyogó karosszériák, egy sárga és egy zöldes szürke, hozzásúrlódnak a lábaimat oltalmazó bukócsövekhez. Előbb csak satuba fogják, majd megropogtatják őket. A gázkart nyugodtan elengedhetem. Visz a két kocsi, repeszt velem valahová. Az út végén legfeljebb kutya eledelnek leszek jó. Próbálkozom, hát persze. Újra megkísérlek kitörni, majd hirtelen fékezni. A motor megrándul alattam, kibillent egyensúlyomból.
Közvetlen közelről láthatom a sárga manta és a zöldes szenátor oldalát. Bizonyos, hogy legalább háromszor nagyobbnak taksálom őket, mint amekkorák. Hajam tövétől verejtékcseppek indulnak, átfutnak a homlokomon, lefelé menet, kevesen hagyják ki a szememet. Megragadom a kormány szarvait, kinézem az Opel szenátor tetejéről hívogató csomagtartót. Rohanunk tovább. A két karosszéria közelebb nyomul. A Kawasaki fütyül rá, hogy merre kormányzom. Egy pillanat még, és felborul, bármi történhet. A csomagtartó csábítása leküzdhetetlen. Két kézzel felnyúlok, és mire a motor, mint egy darab szappan, csúszkálni kezd, ott lógok a szenátor oldalán, majd az ég tudja hogyan, sikerül fellendülnem a tetőre. Lehasalok, kitámasztom magam a tartófém részei között. Mint valamire való rodeón a ló, az általam megszállt kocsi is felettébb megbokrosodva viselkedik vezetője jóvoltából. Hányja veti magát, oda a 10 körmöm, a bőr az államról, hasamról, combomról. Ennyi fáradtsággal akár a motoron is maradhattam volna. A motoron, meg összetört, melyet rég elhagytunk már. Ezt a tipikus élethelyzetet, amelyben merőben, kelletlenül keveredtem, nevezhetném csöbörből vödörbe szindrómának. Akárhogy is, ha élve megúszom, mivel erre csekély az esély, miért ne lennék nagyvonalú, veszek egy új motort Martinnak. Ha élve megúsztam, bárkinek bármit vennék. Kitámasztom a lábamat, megfeszítem minden izmomat, a kocsi vadul hánykolódik alattam. A külváros elsóan mellettünk, a járók elők talán azt gondolják, hogy filmforgatás szemtanúi. Boldogan cserélnék Harrison Forddal mellesleg. Ekkor a szenátor hirtelen a járda mellé kanyarodik, és csak nem a buszmegállóban várakozó emberek közé hajt. A váratlan fékezéstől elernyednek elgémberedett izmaim, és én egy marék krumplihéj kecsével a levegőbe lebbenek, majd súlyosan földet fogok. A megállóban ácsorgó kellő rutinnal, elvégre földlakó, egy árvaszisztenés nélkül hasra vetik magukat a földön, és két karral átfogják a fejüket. Mire ez megtörténik? Egy férfi áll mellettem, és anélkül, hogy méltányolná feltápászkodási szándékomat, pisztolycsövet dug a halántékomhoz. Azt kérdezi, hol van Renard? És már is megismerem. Ő az. A rendőr egyenruhás tag, a kék Fordból. Ő állt mögöttem az El Diablóban, már akkor is fegyvercsövet tuszkolt a testemhez. És megismétli. Hol van Renard?